Jó estét kívánok, kedves nézőink! Megkezdődött a Városi Kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. A téli szünetben sem pihentek a csapatok, hiszen majdnem minden hétvégén rendeztek kispályás kupát a városban. Mai műsorunkban először nézzék meg a Turullány Aprilia motorosbolt mérkőzését felvételről. Turullány Szépházak ingatlan iroda rangadó, tehát a Székesfehérvári Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának 14. fordulójában. Kicsit talán furcsa lehet ez a név, Szépházak ingatlan iroda, hiszen a csapat ősszel még Aprilia motorosbolt néven indult az első osztály küzdelmeiben, és további magasan vezeti is. Azonban a csapat a téli szünetben nevet váltott, és most már Szépházak ingatlan iroda néven versenyez. Az ellenfél a Turullány. Ők nem változtattak nevet. Mezt sem a tőlük megszokott kék szerelésben a Turul. Fehérben, középen kék csíkkal pedig a Szépházak. Ősszel a két csapat az első fordulóban 4-2-re végzett egymással, akkor az akkor még Aprilia néven induló gárda nyert. Még látjuk most, mit hoz a találkozó. Ez csak egy céltalan előreívelés. Az Aprilia hozhatja a labdát, Béres. Megpróbálja keményen belülni kapu elé, azonban Schneider blokkolja a próbálkozást, bedobás. Lassan-lassan az első osztályi bajnokságot kifogja be az Aprilia motorosboltot, illetve most már közben egy óriási helyzet. Éppen, hogy lemaradt középen Molnár, de a másik oldalon ismét Schneider blokkol. Szóval lassan átalakul a bajnokság, kifogja be a Szépházak ingatlan irodát című különversenyé, hiszen a gárda veretlenül 13 meccsen 13 győzelemmel vezeti a tabellát. Torony magasan. Domján. Próbálkozó Schneider szerelte. Bedobás a Turuljavára. Kis. Jóval nem ült le a passz. Ismét dobás, de ezúttal a másik fél jöhet. Revelan Zoltán, a kapus, tette ki a labdát. Blokkolják Keller indítását. Schneider. Molnár. Ott a helyzet. Kapufa. Egy kis szerencsével került oda a labda. Paral elé. Ezek nem volt ilyen erő a lövésében, de így is kapura ment. Aztán szabálytalankodott. Szabadrugás után már jöhet a Szépházak. Domján. Kellner. Ismét Domján. Megint ő kapja vissza. Kellnerrel játszottak ismét össze. Schneiderrel húzták, vonták egymást. Ez egy szép cseh, ott a lövés. Fekete első komolyabb védeni valója. Salac próbálkozott. Aztán egy csúnya szabálytalanság. A pálya közepén Molnár kapott egy keményet. Az előbb kapról lövő Salac volt szabálytalan. Meccs elején járunk. 0-0. Jó a visszagulított, ott egy lövés. Nagyon jó visszagulított labda volt. Molnár tette vissza lövésre a labdát, amit kis zúdított kapura. De lövés az hasonló, a védés is remek volt. Ilyen hosszú jönös, megint Molnár próbálja meglekészíteni. Ez azonban nem jön össze. Ott a helyzet! Óriási bal szerencséje volt most a
a szép házak ingatlan iroda csapatának. Jó volt a kapu elélőtt labda, középen jött is Salac, azonban szó szerint át megbotlott a labdában, úgyhogy kimaradt a lehetőség. Molnár bedobása, ezt lekezelik a fehér mezesek, aztán egy szabálytalanság, Magda szabálytalankodott Béressel szemben. Kellner, Béres, belépnek a paszba, bedobás. Óriási egyszer maradt ki az előtt, a túlókapja előtt. És megint ott van Salac, első még kijön, és másodszor már benn van. Kellett hozzá egy kis védelmi hiba is, visszakerült a labda Salacról az első lövés után, és másodszorra már a kapus mellett a kapu közepébe pöckölte a labdát. 1-0-ra vezette át a szép házak ingatlan iroda. Molnár talán nem szabálytalankodtak vele, minden esetre a bírok lefújták, szabad rúgás. Szerencséje volt Salacnak az előbb, hiszen védőkről ide-oda pattogott a labda, és így került ő helyzetbe. Sipszorra vártak a túljátékosai. Levágódik az egyik hatos lövése a másik hatosról. Magda próbálkozása dombjáról halt el. Közben egy hosszú indítás Molnár fele, de hosszú. Kellner. Kapja vissza. Béres. Salac az eddig egyetlen gólszerzője. Itt a szerelik. És a szerelés után került oda Kellnerhez. Labda. Mert lövés azon elkerült a kaput. Molnár. Ez most jó? Molnár. El is lövi messziről. Reveland. Biztosan szedte fel a labdát. Kellner. Domján tette vissza. És majd Béres. Így Salacot keresik folyamatosan ott elől, a túlkapuja előtt a labdákkal. Schneider. Most elveszti. És ott is volt a lehetőség. Terjánszki Tóth próbálkozott, de a kapufáról kifele pattant a labda az alapvonalon túlra. Paral tette tovább, Kis vissza Paralhoz. Hátul passzolgat, a turul nem nagyon tud mit kezdeni. Egyelőre a szép házak agresszív védekezésével. Ezek az előreívelések pedig céltalanok. Mindenesetre így is volt már helyzetük, igaz, az ellenfélnek több. És a több helyzetből egyet sikerült is gólra váltani. Salac, az eddig egyetlen gólszerző. Kellner, éppen Salacnál, tette vissza Béreshez, Domján, majd újra Béres. Össze egyébként egy nagyon izgalmas mérkőzést játszott a két gárda, és mint említettem, akkor 4-2-re a szép házak ingatlanul benyerte a mérkőzést. Jó a tovább fejelt labda, ott az újabb lehetőség, megint Salac, az azonban kijön feketéről. Béres. Egészen hátra a Levelandig a labda. Salac, sokat van játékban elől. Kell próbál megindulni, de szabálytalankodiknak vele. Molnár Tamás lépett oda, szabad rúgás. Kellner tette tovább. A kapu előterében folyamatosan Salacot keresik a labdákkal. Ott a lehetőség. Egy pillanatig nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből a helyzetből, szerintem oda pattogott a labda, végül nem volt rossz. Aztán lövés már lejön.
ez pedig kéz. Ide oda pattogott a labda, nem lehetett tudni, hol köt ki végül. Aztán a lövés elkerült a kapot. Szabadrúgás után megint Terjánszki tolt, próbál befordulni, és megint sikerült is neki, azonban ez mellé is, fölé is ez a lövés. Kis Schneider. Kis kapta vissza, ez egy jó labda, Schneider vissza lövésre, belelépnek, szöglet. Molnárnak tette vissza Schneider lövésre, azonban egy láb odaért, szöglet. Kis végzi el, és ott a lövés, ez nagyon szép volt, remekül készítette le Kis. A másik löket, ez Schneider eresztette el, de mellé ment. Jó volt a visszaborított labda, Magda próbálkozott. A szöglet után. Ismétlés pedig Schneider, az már elkerült a kaput. Revelan teszi ki a labdát. Kellner és Domján folyamatosan váltogatják egymást a két oldalon. Béres fordul le. Ismét egy szabálytalanság. Ketten is odaléptek, szabadrúgás. Mint egy 11 méterről. Ugye hárman is a labda körül, utána Salac fogja elvégezni. A két tagú sor föl előtte, most már Béres is ott van. Aztán végül is Domján, ott a lepattanó, hatalmas gól. Se nem Béres, se nem Salac nem lőtte el. Ehelyett legurították Domjánnak, akinek lövése még lepattant. Azt azonban Salac kíméletlenül bevágta. 2-0-ra vezet most már a Szépházok ingatlan iroda Salac két találatával. Középkezdés után aztán rögtön egy kapura lövés. Domján veszélytelen. Béres. Kellner. Megint Béres. Terjánszkitól tette tovább Domjánnak. És egészen hátra a kapusig. Nagyon szép volt lőtt Salac Zoltán. Mind a két találat, de főleg ez a második kapáslövés. Nagyon jól eltalált labda volt. Kapusnak esélye sem volt a hárításra. Igaz, ő már elmozdult az elsőre, ami lepattant. Így nem érhetett már oda. Az ismétlésre. Mindezt volt időm elmondani, hiszen egyelőre hátul passzolgatnak a fehérmezesek. Schneider próbált zavarni, ez majdnem sok sikerrel. Most ott a lehetőség Vajda. Jó gurít vissza a Terjánszki, azon belevezette Molnárba, de visszaszerzik. Fehérmezesek. Kis próbált odalépni, Terjánszki tót. El is lövi ballal, van jó egy méterrel mellé. Paral, Magda. Kevés a mozgás elől, és ez az eredménye a kevés mozgásnak. Üres terület ment a labda, nem indult senki, bedobás. Domján, Béres vissza Domjánhoz. Még meglett a vonal előtt. Vajda próbál meg befordulni. Ez már kicsit hosszan vette át a labdát, de visszakerült megint. Szépházak csapatához a labda, ez a bejátszás pedig már rossz, kirúgás. Kis. Schneider. Molnár. És elveszti a labdát, Terjánszkitót léphet ki egyedül, és jól jött ki a kapujából fekete kapus. Érezte, hogy ki kell lépni, jött is, és sikerült felszabadítania. Kellner. Vajda, és belegyúlnak az utolsó pillanatban.
A lövés nem volt rossz, de más Ipszó után szabad rúgás. A Turul javára. És ez egy jó indítás, Rózsa Csaba. És nem tudta átvenni. Pedig egyedül mehetett volna most kapura. Zumarosz volt a labda átvétel. Marad a 2-0. Az első félidő közepén járunk. Kellner teszi vissza. Véres. Bocsánat, Teránszki tót volt. Felébb a visszatette. Most Kellner. És elveszti a labdát. A szép házak. Azon kis hosszan szökteti magát. Még megpróbálta megmenteni, de ez már nem lehetett. Vajda, majd Domján. Kellner. Domján. Vajdát megelőzik. Kis volt az. Aztán Rózsának szántak is, de ő nem ért el, hogy Molnár durrantotta rá. Kevés eredménnyel. Megint kezdődik hátul passzolgatás. Véres jött hátra labdáért. Vajda. Oda lépnek. Kis tette oda a lábát, szabad rúgás. Jelenleg támadásban nem tud túl veszélyes lenni a Turul. Vajda próbálja visszagurítani Béreshez, azonban beléptek. Majd Domján tisztázott. Rózsa. Jó a szerelés. Béres. És ez a mentés is sikeres. Kellner, a leghátsó ember. Nem, tévedtem, a leghátsó ember Revelanda kapus. Újra Kellner. Hosszan őrévet labda, majd a fel levegőbe felfejelte, de fekete kapus élet. Schneider. Belépnek a labdájába. Akkor így is jó, Parral teszi tovább. Molnár. Béres lökött rá egy finoman. És a játékvezetők nem értékelték ezt a finom lökést. Molnár. Kis teszi vissza. De ott senki más, csak Domján. Úgy jött a szép háza. És elvesztik a labdát. Ott a lehetőség. De nincs meg a kipattanó labda. Még meg ott a lövés. Megpattant Molnár lövése Domjánon. És így nyújtózkodnia kellett Revelannak. Béres próbálta megszerülteni a labdát. Kis. Lökés miatt lefújta a játékvezető az akciót, illetve Turul. Óriási birkózásban Parral Vajdával. Be is fújta a játékvezető, és elkapották a szabadrugás a Turul játékosai. Béres hozhatja a labdát, Béres a szélen. Béres jó gulit középre, és odaértek, de még mindig ott a lehetőség, és ez már benn van. Elkapkodták a szabadrúgást. Domján érkezett a legjobban a kapu elé. Hát elkapkodta a szabadrúgást a Turul. Béres meglépett a bal oldalon. Középlő labda lepattant Farkasról. Pontosan Domján elé, ki a léc alá emelte. Alasztit. 3-0 ezzel. Ez már tetemes különbség. Úgy tűnik tehát, hogy folytatja jó szereplését a bajnokságban. Az Aprilia. Elnézést, a volt Aprilia, a szép házat ingatlan iroda.
Tehát 13 meccsen 13 győzelmet láttak. Nagyon magabiztosak. 39 pontjuk van. A Turul fordul előtt a bajnokság középmezőnyére foglalta el. 21 pontjuk volt, és ezzel a hetedikek. 14 csapatos bajnokságban. Nagyjára mezőnyjáték. Vajda nem jött be a csel. Majd amikor elment volna kis, lerántotta. Távolság mint egy 10-11 méter. Paral a labda mögött. De könnyen lehet, hogy legurítja itt kisnek lövésre. A másik oldalon Schneider is várja a labdát. Ő is kapja meg. Hosszan veszi át, de mindig ott a lehetőség, és akkor belelépnek. Ha nem pattan el a labda Schneidertől, tiszta lövőhelyzet lehetett volna. Nézzük a bedobást. Parral pörgette tovább, de mint egy két méter elkerülte a kaput. Lassan-lassan vége az első félidőnek. 3-0-ra vezet a Szépházak ingatlan iroda a Turul Line ellen. Béres nem tudta levenni ezt a labdát. Bedobás. Rózsa. Paral. Hosszú. Domján, a harmadik gólszerzője. Hát a kapusig, Revelandig. Kellner. Paral húzta el finoman a lábát. Szabadrugás után újra Kellner. Majd ismét Revelandot is. Véres. Jól pörgetett labda Vajda. El is lövi ballal Vajda. Elkerüli a kaput. Parral próbálta indítani Farkast. Bedobás. Revelan nem kapkodja el teljesen érthető módon a labda játékba hozását, aztán csak megteszi. Óriási a küzdelem, Somogyi próbálta megszerezni a labdát, Kellner. Megint ő került a földre, csak úgy, mint az előbb, és még szabadrúgás. Somogyi, Véres, kényszerítőzni próbált Vajdával. Azonban jól léptek közbe is. Ezúttal kis kap szabadrúgást. Rózsa jó fordul be. Lomján lépett oda. Jó fordult le Rózsa. És kapura is lőhetően nyúlt a labdát. Bedobás kijön. A védőkről lepattan Béres. Vajda. Jól megy el, ez jó csel Vajda még. És kirúgást jeleznek a játékvezetők. Így ezek szerint senki nem ért hozzá a labdához. Vajdán kívül. Schneider. Rózsa. Próbálja megtartani. Bedobás. Sikerül kiharcolnia. Farkas Rózsához. Véres, majd Revelant a labda útja. Kellner. Domján vissza ismét a kapushoz. Béres. Béres. El is fogja lőni, el is lőte. Ballal, amit tőle megszokhattuk. Jó, véget fekete, itt már Rózsa. Éppen, hogy hosszú. Mindössze pár centi múlott. Hogy Rózsa nem érte a labdát. Megpróbál letámadni a Turul. A helyzet ugyan teljesen érthető. Véres. Most egy pillanatban kisebb zavar is támadt a Szépházak védelmében. Ez a nagy labda. Gyönyörűen csinálta. Vajda. Össze 20 centi hiányzott
Ez is jó, Farkas. Három nullára vezet tehát a szünetben. A Szépházak ingatlan iroda. Salac kétszer talált a hálóba, a harmadik gólt pedig Domján szerezte. Így alakult ki a 3-0-es eredmény tehát a szünetben. A második 25 perccel folytatódik tehát a Turulline. Szépházak ingatlan iroda találkozó. A városi kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának 14. fordulójában 3-0-ra vezet egyenlőre a fehérben játszó, és éppen most szabálytalankodó. Szépházak ingatlan iroda, Salac két gólt lőtt az első félidőben, Domján pedig a harmadikat, és ebben a pillanatban hagyja el a pályát Somogyi, aki sárgát kapott a játékvezetőktől, miután visszahúzta a kitörő Turul játékost. Emberelőnyben tehát a Turul. Labda azonban visszakerül most a Szépházak csapatához. Kellner végzi a bedobást. Ugyanezzel próbálkozhat most a másik oldalon Paral. Reménykedve egy nagyobb sikerrel jár. Paral. Magda. Magda vezeti fel, egyelőre nem lépnek ki rá. Paral. Megpróbálkozott egy lövéssel. Kellner ért oda. Újabb bedobás. Molnár végzi el ezúttal. Fekete kapuson kívül minden játékos a Szépházak tér felén. Molnár. Újabb szabálytalanság. Ezúttal a két gólos Salac lépett oda. Molnár nem először kerül a földre. Játékvezetők figyelmeztetik mindkét felet. A Szépházak csapatát a szabálytalanságok miatt, a Turul pedig a reklamálások miatt. Molnár. Jó védés. Szükség volt, mert nagyon jó lövés volt, amit Molnár eresztett. Közben is végezte a szövetet a Turul. Magda. Molnár. Magda. Ő is megpróbálkozik egy lövéssel azonban fölé. Közben vissza is tért, az előbb kiállított Somogyi, kihúzta tehát az ember hátrányt. Közben ott egy lehetőség, Fekete is bemutatja, hogy képes bravúrokra. Salac lövését kellett hárítania. Magda. Kis. Nem tudott át kihasználni az ember előnyét, a Turul. Ezúttal Magda lép oda, sok a szabálytalanság. Vajdát állította meg. Nem kapkodja a labda visszahozatalát a Szépházak, így a Turul sürgeti meg egy kicsit a dolgot. Revelen lébeli előre. Somogyi próbálja megmenteni. De ezt nem lehetett. És végzi a bedobást, majd ő kapja vissza Fekete kapustól. Schneider. Magda. Schneider futtatja a másik oldalon, de ezt nem lehetett elérni. Paral lépett oda, nehogy Salac el tudjon menni. Majd ugyanő rápasszolja a labdát Domjánra. Így bedobás ismét. Szabálytalanság, illetve bedobás rengeteg van a mérkőzésen.
Gól eddig három, és mind a három a Szépházak csapatához fűződik. 3-0 a javukra a mérkőzés állása. Kellner egészen hátra a kapusig, és ismét az előbbi koreográfia, Reveland ível, Somogyi fut a labdáért, és ezúttal sem ért el a játékos. Molnár megpróbálta lekészíteni Magdának, lövésedő még nem ért oda. Salac, ez se nem lövés, se nem ívelés nem volt. Molnár, Magda, majd Paral. Paral. Bedobás. Paral ott hagyja Molnárnak, ő végzi el a taccsot. Magda kapásból ellőte. Tőle jött Kellnerről a próbálkozás. Most a másik oldalra jöhetnek bedobásra a Turul játékosok. Schneider. És nem sikerül megmenteni az alapvonal előtt, szöglet. Kis a labda mögött. Schneider megpróbált a lövésre visszaborítani, de nem jól sikerült. Ez pedig már Zitzer. Ott a lehetőség, és kimarad. Domján önzetlenül passzolt Vajdához. Ő azonban a jobb felső sarok mellé helyezte a labdát. Paral. Schneider, labda. Kis egy kicsit hosszan vette el, de szerencséje volt, visszakerült hozzáig a labda. Kis. Schneider. Bedobás a Turul javára. Paral elengedi Magdáig. És elvesztik a labdát. Somogyi. Kellner. Sikeres volt a becsúszás, amit bemutatott Molnárt, mert ők jöhetnek. Van, elkapkodja Kis, és most Somogyi mehet, eléri a labdát, még volt Somogyi, jó a csel, és jó a lövés is. 4-0 most már a Szépházak ingatlanod a javára, és Somogyi bemutatta, hogy nem csak kiállítatni tudja magát, hanem gólt is tud lőni. Négy nulla tehát, jól ment el Somogyi, még elcsípte a labdát a vonal előtt, de egy szép cél után higgadtan lőtt a kapuba. Itt már egy, csak egy nem is olyan kisebb fajta csoda segíthetne a Turulon. Négy gól rengeteg. Magda. Bőnegyed órája lenne a Turulnak arra, hogy valamit javítson helyzetén. Ezzel a lövéssel lehetett volna javítani, ha pontosabb, de az még hiányzott. Majd egy méter. Molnár sokat próbálkozik lövéssel, és voltak köztük igen-igen kecsegtető lehetőségek is. Közben Salac. És jól teszi vissza, és elhozzák a labdát Béres elől. Magda. Ez egy szép játék, Kis. Jól teszi vissza. Magda. Egy kicsit túl kombinálta a Turul ezt a támadást. Több volt ebben, mint ami lett végül. Ezt a támadást viszont nem kombinálta túl a Szépházak ingatlan iroda. Két labda érintés, és ott voltak az ellenfél hatosán belül. Salac pedig bevágta a csapata ötödik, saját maga harmadik gólját. 5-0 ezzel. Megvaló a mérkőzés, hogy nem számított ekkora különbségre. Szabad rúgás közben a Turul javára. Magda állítja le a labdát. A szokásos képtelű sorfal. Kis ellövi, de lepattan Salacról.
Magda. Nem tudta megszerelíteni a labdát. Molnár. Így kirúgás. Reveland íveli előre. Ezúttal nem hagyta a játékteret az előreívelés. De fekete kapus zsákmánya lett. Schneider. Magda. Paral. Majd újra Magda. Molnár, aki rengeteget dolgozik. És rengeteget próbálkozik kapuralövéssel, de ahogy ő mondta, az imént nem jön be semmi. Vagy elkerülik ezek a lövések a kaput, vagy, hogy volt már rá példa, a kapufa ment, vagy a harmadik esetőség Reveland hárít. Egy óriási előreívelés volt. Fekete nem próbálkozott meg egy ugyanilyennel. Inkább kicsiben tette ki a labdát Magda. Megint Molnár. Bedobás. Molnár ismét megpróbálkozott. Ezúttal a ballal, egy kapáslövéssel, de ebben nem volt erő. Salac. Fekete jól lépett ki a kapujából. 5-0 az állás a Szépházak ingatlan iroda javára. Molnár. Kis. Salac csípte a labdát. És ez egy jó indítás. Béres. Béres még mindig. Somogyi azt szerette volna bejátszani, de lefülelték a védők a labdát. És hát Parral indulhat. Ezen azonban éppen az előbb labdát eladó Béres kaparintotta meg. Salac, Terjánszkitót. Számított rá Parral, és indult a labdára, de nem érhette el. Most azonban az övé. Kis. Ez egy nagy helyzet. Molnár nem lőtt el egyből. Át a hosszú oldalra. Szöglet. Kis kocogát. A másik oldalra elvégezni a sarokrúgást. Óriási lövés. Hirtelen még én sem tudtam, hol a labda. Nagyon nagy helyzet volt. Ez eddig után legnagyobb turul helyzet. Magda kapás lövését védte nagy bravúrral Reveland. Ez könnyen a szépítő gólt jelenthette volna, és itt a másik Magda próbálkozás. Ezúttal is véd a kapus. Pár másodpercen belül két gólt is szerezhetett volna Magda. Nem volt szerencséje. Ez a Schneider lövés pedig már elkerült a kaput. Cserélt a turul. Domján. Terjánszkitót próbálta meg átadni Schneider fölött a labdát. Ez nem sikerült, aztán szabálytalan volt. Parral. Terjánszkitót lépett bele a labdába. Végül Schneidert érintve hagyta a játékteret. Magda teszi vissza, aztán 20. Hopp. Magda ajándékozott egy csomagot Salacnak. Láthatóan nem örül neki a 7-es számú játékos. Ott a lehetőség, Terjánszki nem tudta átvenni. Az üres területre szállt ez a labda. Kirúgás. Salac. Béres.
Béres egy kis szerencsével került volna vissza hozzá a labda, ha visszakerült volna, de most már Kis indíthatja az ellentámadást, és nem érte el Farkas. Az elképzelés remek volt, éppen hogy lemaradt Farkas az indításról. Egy kevés és sikeres Reveland indítást láthattunk. Paral. Schneider. Schneider jól vitt az alapvonalig. És tisztáznak a védők. Farkas végzi a szögletet. Schneider. Pontosan bele Salacba. És most indulhat a szép házak Terjánszkitót. Hatalmas felső léc. Nem passzolta le, hanem egyedül oldotta meg a feladatot, és tulajdonképpen jól is oldotta meg, de a kapufáról kifele, illetve felfele pattant a labda. Domján mellé. Az utolsó 10 percen belül vagyunk, 5-0-ra vezet a Szép Házak ingatlan iroda. Salac 3 gólt szerzett, Domján és Somogyi egyszer-egyszer talált a hálóba. Közben egy Jócsel Rózsa, nem kevésbé hatalmas kapufa. Gyönyörűen fordult be, és a kapufa a belső éléről az oldalvonalon túlra pattant a labda. Farkas alaposan le is szitta a kapufát. A kisebb helyreállítási munkálatok után bedobásra folytatódik a mérkőzés. Terjánszkitót. Domján tette hátra egész a kapusig. Úgyhogy egy jó indítás. Terjánszkitó tűnt fel a turul kapuja előtt, de nem sikerült levenni a labdát. Schneider. Farkas át a túloldalra. Kis. Kicsúszott a labda. Salac hozza játékba a játékszert. Domján. Belepiszkál Rózsa, de visszakerült hozzá. Majd most már 20. Farkas lökte. Játékvezetőnek kell rendet tennie. Reveland szabadrúgásával folytatódik a mérkőzés. 5-0-ás Szép Házak vezetésnél. Béres, majd Terjánszkitót, majd újra Béres. Megkerülős csele próbálkozik, és nem csak próbálkozik, be is jön. Majd a lövés is gyönyörű, de a felső léc ment megint. Ez már a sokadik kapufa a mérkőzésen. Ez egy hiba. Feketének kell bemutatni egy bravúrt. Majd egy újabb védést. De ez a lövés már nem volt olyan veszélyes, mint az előző. Egy elpasszolt labdából Terjánszkitót próbálkozott. Salac, ismét Terjánszki feketét. Feketével rángatták egy kicsit egymást, és ugye ilyenkor a kapus elsőbséget élvez, így ő végezheti el a szabadrúgást. Paral. Schneider. Elválasztják a labdától. 20. Revela. Éres. Terjánszkitót. Mellé szerette volna visszatenni, de ellenfélhez ment a játékszer. Nem. Schneiderrel
küzd, Schneider kerül ki győztesen ebből a párharcból. Rózsa. Jó volt a csel, amit bemutatott. Ott a lehetőség, sarokkal. Hát ha ez bejön, gyönyörű gól. Schneider sarokkal próbálkozott, közben ismét kisebb nézeteltérés. Úgy látszik, a pálya azon a része nem kedvez a játéknak, hiszen az előbb is ott alakult ki kisebb összetűzés a két fél között. Salac a labdával. Teránszki Tóth. Béres szerette volna megjátszani, de a túlerő győzött. Kis paral. Túloldalon Farkas, és Salac tisztázott. Pár perccel a mérkőzés vége előtt, tehát 5-0 a Szépházak ingatlanul a javára. A szünetben ugye emlékeztetünk rá, 3-0 volt az állás. Most a második félidőben Salac és Somogyi növelte az előnyt. Terjánszki Tóth ismét feketének kell kimozdulnia és védenie. Béres végzi el a bedobást. Sokat játszanak össze Terjánszki Tóthtal, most is őt kereste Béres. Rózsa. Rózsa. Az első csel még bejött. A második nem, odaléptek. Közben a játékvezető megállítja a játékot. Szépházak egyik játékosa, 20 igazította szerelését. Rózsa. Paral. Elmegy a labdája keresztbe a kapu előtt, úgy, hogy senki nem ér hozzá. Nem volt érkező ember, ki befejezhette volna az akciót. Kis és Béres is rámozdult a labdára, de igazából egyikük sem akarta megjátszani. Legalábbis a mozdulatból úgy tűnt. Béres. Vajda. Jól jött ki Fekete, de még mindig ott a lehetőség. Domján próbálja betenni, és Schneider. Jól mozdult ki Fekete, mert ha nem jön ki, kapura fordulhatott volna Domján. Közben már szöldet a másik oldalon, Rózsa. Ismételhet. És ez kijön. Talán ha nem lépnek bele, nem is tudja megfogni Reveland. Azonban a labda irányt változtatott egy kicsit, Béresen, és erejét is vesztette. Kitolhatta Reveland elsőre. Közben ismét egy kis Béres párharcot láthattunk. Ennek a végeredménye szabadrúgás. Az utolsó percekben járunk immár. 5-0. Nem jön össze a szépítő gól a Turulnak, itt pedig már Vajda. Hatalmas gólt lőtt Vajda. 6-0. A szépítés nem jött össze az egyik oldalon, az előny növelése viszont összejött a másikon, hiszen a Turul támadásából lőtt gólt tulajdonképpen a Szépházak, és nincs is idő a folytatásra. Ez volt a Schlusspoén Vajda gólja. A Szépházak ingatlan iroda tehát 6-0-ra legyőzte a Turulány gárdáját. A szünetben ugye 3-0 volt a találkozó. A gólokat Salac
hármat is szerzett, rajta kívül Domján, Somogyi és Vajda tudtak eredményesek lenni. Még egyszer a végeredmény, Szépházak ingatlaniroda, Turulline 6-0. A tavaszi idényre annyi változásról tudunk beszámolni, hogy az eddig Fedél Kft. Néven szereplő csapat Breton RT, míg az Aprilia Motorosbolt Szépházak 94 ingatlaniroda néven versenyez tovább. És akkor következik az összefoglaló a 14. játékhétről. A Total Food bádogos mérkőzés első félidejében a bádogos csapata a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét. Mivel ez a fölény a gólokban is megmutatkozott, a szünetbeli 3-0-ás eredmény hűen tükrözte a játék képét. A szünet láthatóan jót tett a Total Foodnak, hiszen rendkívül agresszív támadójátékkal rukkoltak elő a második 25 percben. A próbálkozásokat siker koronázta, hiszen kétszer is bevették ellenfelük kapuját, igaz, a második gól már a mérkőzés utolsó percében esett. Az egyenlítésre így már nem maradt idő, a bádogos 3-2-re verte a Total Food gárdáját. Szerintem örülettel kicsit jobban bírtuk, azért ment a másik ide kicsit jobban. Hát kaptunk 3 elkerülhető gólt, egy köténygól meg 2, szinte 0-ra kaptuk azt a 2 gólt. Attól szerintem el is dőlt a mérkőzés. Azt hittük már, hogy 3-0, nagy gólokat lőtünk, aztán miénk a győzelem, és egy kicsit magunkra hoztuk az ellenfelet, illetve hát a játékosok szabadulni akartak a labdától, hát ami egyből kontrára adott az ellenfélnek, és hát majdnem éltek a lehetőséggel. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Cooper SC találkozó kiegyenlített játékot hozott. Az első félidő közepéig eredmény nélkül küzdöttek a csapatok, ekkor azonban rövid időn belül mindkét gárdának sikerült gólra váltania egy-egy helyzetét. Úgy tűnt, hogy döntetlennel fordulnak a csapatok, a félidő végén azonban újra megszerezte a vezetést a Cooper, és a fordulás után növelni is tudta előnyét. A MÁV Gépészet mindent megpróbált az egyenlítés érdekében, azonban a szerencse sem állt a csapat mellé. Az eredmény a későbbiekben már nem változott, így a meccset a Cooper SC nyerte 3-1 arányban. Az igazság, hogyha csúnya játékkal is kellenének 3 pontok. Én is úgy éreztem, az első félidőben jól játszottunk, viszont a másik félidőben rengeteg helyzetet kihagytunk, és akkor már akadozott a játék is, én úgy érzem. Nem volt szerencsénk, ez az egyik. Nem tudtuk felvenni a ritmus, sokkal gyorsabban játszották a kontrákat, lekontráztak bennünket. Volt, amikor nekünk volt szerencsénk, ahogy nem rúgták be. Volt, amikor nekünk volt szerencsék, de aztán ez volt a több, amikor nekünk nem jöttek be a helyzeteink. A keddi játéknap harmadik mérkőzésén a Polyák BT a klub Fecával találkozott. Az ideges hangulatú, kiállításoktól sem mentes mérkőzésen felváltva kerültek veszélybe a kapuk, azonban egy kivétellel kimaradtak a helyzetek. A kivételt Máriási lövése jelentette, így a második félidőt a klub Feca kezdhette előnnyel. Röviddel a kezdés után Máriási már második gólját szerezte, és innentől nem volt kérdéses a győztes csapat kiléte. A Feca tovább rohamozott, és 2 további góllal fölényesítette vezetését. A Polyák BT nem tudott mit kezdeni ellenfele játékával, így a klub Feca végül 4-0-ás győzelmet aratott. A forduló leggólgazdagabb mérkőzését a Fevita és a Breton RT vívta. A látványos játékot hozó meccsen hol az egyik, hol a másik csapat szerezte meg a vezetést, és egészen az első félidő végéig fejfej mellett haladtak a csapatok. Ekkor a Fevita 2 perc alatt 2 gólt szerzett, így a pihenőre ők vonulhattak 5-3-as előnnyel. A második játék részben az ősszel még Fedél Kft. Néven futó Breton RT mindent megtett az egyenlítés érdekében, de a Fevita nem engedte 2 gólnál közelebb vetélytársát. A 16 gólt hozó meccset végül a 3-szor betaláló Szente vezetésével a Fevita nyerte 9-7-re. A mérkőzés nagyon sok gól, mérkőzésen sok gól esett, én szerintem a közönség szórakoztató nyílt mérkőzés volt kiki alapon. Az ellentámadásokból mi is rúgtunk gólt, az ellenfél nekünk volt több szerencsénk. Úgyhogy hát a hátvédek mind a két oldalon sajnos egy kicsit átjáróházott, de én szerintem a tavaszi fordulónak nem rossz kezdetnek ez nekünk. A Süni és barátai Bombomból találkozó első félidejében egyik csapat sem tudott meggyőző fölénybe kerülni. Mindkét oldalon sok helyzet maradt ki, de mivel a Bombon az egyik lehetőségét értékesíteni tudta, így ők fordulhattak kedvezőbb helyzetben. A térfélcsere után növelte előnyét a Bombon, de a Süni szinte azonnal válaszolni tudott. Mint később kiderült, ezzel el is lőtte az összes puskaporát a gárda. A Bombon sorra lőtte a gólokat a hátralevő időben, és végül 6-1 arányban meg is nyerte a találkozót. Szezon elején vagyunk, mondhatjuk. Nem, Isten igazából azért nem olyan rossz brigád ez, sőt, nagyon is jó. Csak szerintem egy kicsikét morálisan összevesznek, vagy valami, és akkor a kihagyásoknál érkeznek a gólok, és utána meg már feladják. Láthattuk a végén is, hogy már nem nagyon lépkedtek a labda után, úgyhogy
így már egyszerűbb volt a második fél, de az első az nagyon meleg volt. Szerintem elfáradtunk a második fél időre, meg azt hozzá kell tenni az ellenféltől, nem a kapusunkat akarom szédni, de amit kapura rúgtak, az minden lövésük gól volt. Nekünk meg minden kapufáról kifele jött, a kapusuk mindent megfogott. Szorosabb eredmény születhetett volna, de hát most így alakult. A forduló záró mérkőzésén az esélyesebb C plusz V szerezte meg a vezetést, de a maratonsport 4 perc elteltével válaszolni tudott. Mivel a két kapus ezek után lehúzta a rolót, a következő gólig egészen a 29. percig kellett várni, ekkor a zöldmezes maraton talált be, majd pár perc múlva megduplázta előnyét. A meglévő különbség a későbbiekben már nem változott, így végül némi meglepetésre a maraton nyerte meg a mérkőzést 5-3 arányban a C plusz V ellen. Az első osztályi bajnokság 14. fordulójának eredményei még egyszer. Total Food Bádogos 2-3, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Cooper SC 1-3, Polyák BT Klubfeca 0-4, Turul Line Szépháza 94 Ingatlan Iroda 0-6, Fevita Bretton RT 9-7, Süni és Barátai Bonbon Bolt 1-6 és Maratonsport C plusz V 5-3. A tabellát továbbra is a Szépháza 94 Ingatlan Iroda vezeti 42 ponttal, második a Bonbon Bolt 30, harmadik a Bretton RT 25, negyedik a Bádogos ugyancsak 25 ponttal, ötödik a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 24 ponttal, a hatodik a C plusz V 22, hetedik a Turul Line 21, nyolcadik a Klubfeca 19 ponttal. 3-16 pontos csapat következik, a kilencedik a Fevita, a tizedik a Polyák BT, és immáron a kieső helyeken a Süni és Barátai a 11. A 12. a Maratonsport 13, a 13. a Cooper SC 12, míg a 14. a Total Food 5 ponttal. A másodosztályi bajnokságban is a 14. fordulót játszották az eredmények. Truck Trailer Köfém 2, Dekkebau 7-4, Ságépítő RT, FC Chelsea 1-2, Más Tészta, Koral 0-1, Zöldker 96 Kft, VDA 5-4, Opsitos Hungária Taxi 0-4, Airsub Alba Logisztik Széphő Fehérvíz 5-2, Placbau Veszprém Beton Fészeképítők 2-7. A tabella állása: első a Fehérvíz 39 ponttal, második a Truck Trailer Köfém 2 34, harmadik a Dekkebau 28 ponttal. A negyedik az Airsub Alba Logisztik Széphő 23, ötödik a Más Tészta 22, hatodik a Zöldker 96 Kft 21, hetedik az FC Chelsea 19 ponttal. A nyolcadik helyen a fészeképítők találhatók 18 ponttal, kilencedik a Koral 17, tizedik az Opsitos 16 ponttal. A 11. helyen a Ságépítő RTL 14 ponttal, a 12. a VDA, a 13. a Hungária Taxi egyaránt 12-12 ponttal, a 14. pedig a Placbau Veszprém Beton 8 ponttal. Ez volt a Kispálya magazin mára. Kérem, tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időben, akkor már a 15. játékhét történéseivel várjuk Önöket. Viszontlátásra!